Hogy hívják a külsőről a másik nevet? Banda hal? Bandita vagy mi az Isten? Bandázó, bandasüllő. És hogy mondta Béla bá? Egy bandás. Úgy majd valamit nevet kitalálnak. Az a baj, hogy ahhoz, hogy valami nevet ki tudjak találni ezeknek a halaknak, kéne valamit fogni. Meg most nem úgy adja. Csak én mondta, hogy nem kell kijönni hamar. Teljesen fölösleges kijönni ilyen korán. Ja, nézzük meg, mi lakozik a mélybe. Új, én már be is dobtam. Nincs most itt a matrózunk, Soki. Soki pupuja, fütyőke. Annyira csontres volt ez az egész rész, hogy kellene, hogy találjunk egy olyat, ami ott így kiakad a radar. Lehet már nagyobb kell nekik. Fel is rakok egy jó lilát. Soki fogja. Fütyőkét berakjuk a vízbe, ezt megúsztatjuk, ezt majd feljön a harcsa. Fütyőke. Kutyogtatnánk egyet fütyőkével. Mindjárt jön a nagy csuka. Na itt van az. Itt van az a nagy csuka. Persze. Csak még nem inaktív. Téli álmot veszik. Téli. Egyelőre ez se eszik. Tudom, mi kell majd ide. Úristen, és ez eddig nem jutott eszembe. Nem látszik a gyerekszek. Hát minden van itt, csak hal nincs. Bazán. Vagy jól laktak a falevéllel. Vagy tényleg nincs ebbe hal. Istenem, hogy ez hogy figyelhetett? Hogy nem jutott eszembe most? Most annyira izé vagyok, rajta vagyok, hogy azt felrakjam ezt a csalit. Kezdem érezni, hogy mi hiányzik a vízből. Úristen. Menjünk. A pontos helyhez. Semmi, neki sem. Hát ez tök jó nap lesz akkor. Sokinak lehet szólni kéne, hogy inkább fütyőkézzen. Pupuba, csináljanak egy fütyőkés napot. Na most, na most. Hát figyelj! Oho! Aha! Figyelj, ez hón alatt kihozza a csukát! Olyan lesz, bemenj, ez csuka fogak közé beszorul. Nem is kell lakadni a orognak. Nem kell már nekik a kicsik. Ott vannak kint a csónakoknál.
Megpedzítette. Jó volt, kapásom volt. Meg, na, már elfelejtett, olyan rossz, nehéz szó. Megpönzintette. Ilyen sügeres volt. Nem tudom, mi lehet. Vagy a nagy süllő. Még dupla kopnak pik se elment amúgy. Hogy nézzem. Meghúzta. Á, itt a nagy pöccintése, mert az akadó. Ó, megpöccintette. Dupla kop, mi? Faszom a dupla kopba, olyan dupla kop torzsa volt, hogy csak na. Ó. Jó, hagyjuk már, komolyan mondom, dupla kop, pöccintés. Süllőt bárki tudhat fogni. Ó, Istenem, megint a kicsi. Meg kéne tiltani ezeket a kis csalikat. Ezt megfogja. Amúgy ez volt az. Ez volt a pöccint? Hát ez volt a... Nézd meg, hogy meghúzta a gumimat. Gratulálok, faszi. Nagyon ügyes vagy. Akkor is egy nagyot dobom. Egy nagy hal kell. Pöccintve. Visszaengeded, vagy megeszed? Visszaengeded? Utolsó alkalom. Uff. Jó, mondjuk az nem az a méret, amit meg kéne tartani. Puszit nem adtál neki? Lopják a robogat. Amúgy lehet. Nem, az jobb. Nem baj, legalább megkötöttem az előkémet. Nagyon szép. Nagyon fogós, amikor kötsz, szerelsz. Amúgy azt már én is megfigyeltem, hogy amúgy ilyenkor a legnagyobb esély van a kapásra, ha szerelek valamit. Visszaengedted? Fú, de kegyetlen vagy ma. Dvangos tante. Dvangos pontyozás az alcsi holtiszán. Pöccintések közepette. Itt volt ez a pöccintés valahol. Amúgy is, most akárhogy nézzük, ez csak egy bemelegítés arra az időszakra, amikor Soki megérkezik. Keressük itt a halas területeket, hogy hol álljunk meg. Majd kérdezzük tőle, hogy hol álljunk meg Soki. Nekem mindegy, ahol akartok, nekem jó volt. Megállunk, lehet, nem itt kellett volna. Na mindegy, nem akartam mondani. De a másik oldal most fogósabb. Uff. Na, pöccingeti. Tessék, csak siratni kellett. Na mi ez, jó? Na mi ez? Ponty? Kis ponty? Már láttam, hogy elkezdte ütni. Nézd a... Hoppáré, ez itt. Összeívott a szát. Na. Ez az. Gratulálok, faszi. Még ilyenből vagy 30 darabot, ezt meg is van a sikerélmény már. Nagyon szép. Hány grammosra ütött oda? Háromfél. Háromfél, szokásos. De a levegőben. Van bajsza? Dob vissza akkor. Kárász nem szabad. Nagyon szép amúgy. Szép színű. Igen. Hát az a agresszív ponty. Összehívott a domolykóval. Na, menjünk oda pontyhozni az etetésre. Na. Fixen beadja. Na. Remélem nem valami nagy. Nem, melegítgesse csak azt a damilt. Na mi ez? Na, kicsi, na hát ez kell nekünk, hát mondtuk, nem a nagy. Mondtuk, hogy tessék, kicsi kősülős videó kell, tessék, itt a kősülő. Na. Hoppá, kősülő, meg sügerecske, meg kis ponty, tenyeres pontyocska. Kis cukimukikák. Az az. Harcsa,
Hát megijednek tőle a lányok a YouTube-on. Kis cukikat. Pedig mondtam, hogy, hogy az Istenben nincs már itten valami. Ahogy érdekes színezete van. Miért? Pettyes is egy kicsit, nem csak csíkos. Azt a mindenit neki. Aha. Összehívott a leopárddal. Ja, gepárd. Gepárd süllő. Gepárd. Ez a bandita süllő a gepárdok közül. Pönzingette? Megpönzintette. Azaz pönzintette. Bátya meg oda szúr neki egy komolyan. Hát szerintem nekem is ez pönzintette, itt csak nem ütöttem neki meg. Akkor se adom a láb egyébként. Nem kell a kicsi. Megbírom fogni, tudom, hogy kell, de nem motivál abszolút. Jó élmény amúgy ez a... Szerintem amúgy, ha nagy lesz ott, az is rábér a kis csalé. Hát nem tudom. Hát nyilván úgy derül ki, ha fogunk nagyot, vagy fogsz nagyot vele. Uff. Az a baj, hogy ez egy. Ja. Ez ugyanaz. És hát... Van neki választék, maradjunk annyiba, hogy a... Százmillió felszínen lévő kishal közül lentebb lévő bármi fogja lejutni. Mi? Megvan valami. Ponty. Kárász. Nagyon jön. Kárász? Nagyon szép. Hát sajnos ezt nem engedhetjük vissza, úgyhogy... Ezt meg kell enni. Jó lesz csali halnak, faszi. Nagyon jó helyen van. Arra gondoltam, hogy most nem a izén, víz köz próbálom meghúzni. Nem engedem le. Csak így... Óvatosan húzogatom itt a twistert neki. Na. Mi lesz? Kárász? Kárász. Megint? Törped, na végre. Nagyon jó. Az összes 10 centi alatti halat meg tudod fogni ezzel a csalival. Az már jó törpe amúgy. De akkor se rakok fel kis csalit, nem érdekelsz. Kárász mellé tedd be, jó? Nem kell a kis csali. Na? Az lesz az. Az már jobb. Ponty. Megvan a ponty. Húzd el onnan, húzd el onnan. Mondtam, hogy itt a pontyos hely, nézd meg. Azaz bátya, hagyjad neki. Tessék, mit akarsz még? Mit szeretnél fogni? Na, hol vagyok? Ez nem akart még belejönni szerintem. Tessék, hát na, erről beszélek. Amúgy ez már szép. Ja. Menjünk a pontyos helyre. Jaj. Húzzelenem. Nem jön. Ez jó, ez agy. Te kicsit hamarabb lett megszákolva, mint szerettem volna. Ja. Na,
Meg lesz a 10 centi. Mi ez? Izé? Jász? Mit sikerült fogni? Ó, nézd a pontyot a tantával. Na hát így bárki jó, hát most rájött, most kifigyeltem, hogy fogott te ezeket. Kis ponty. Megette. Szasz, faszi. Na, az nagyon fogós. Azt. Nagyon jó, mert 4 óra hosszája semmit nem fogtunk. Kivéve Dudics, ha vagy 6 halad, de... Pontyot, süllőt, kárászt, törpeharcsát, kis pontyot, nagy pontyot, vagy 3 kilós pontyot.